Brutálisan hosszú volt ez a hét, úgyhogy visszatértem az eredeti heti hatásos hagyományokhoz, adtam magamnak egy picit több mint egy órát, összeszedtem mindent, ami eszembe jutott ezen a héten, és ezek közül kiválogattam azokat, amik bekerülnek ebbe a videóba. Lesz itt perverz nyelvtanulás, avokádó paradoxon, lőjétek le, ezt inkább egyelőre még nem lövöm le, és egy brutálisan jó matekos rövid animációs film is, mert hogy ez itt a... Kezdjük rögtön azzal, amit már vagy 3 hete meg akartam osztani, a legjobb animációs film. Ellen Beckernek közel 24 millió feliratkozója van a YouTube-on, úgyhogy gondolom egyikőtöknek sem kell bemutatni. Mondjuk én egy kő alatt élek, úgyhogy nekem be kellett, mert hogy fogalmam sem volt arról, hogy egyáltalán létezik ez a srác. Viszont Tom Rocks rakott ki egy reakciót a Matek csatornájára az Animation vs. Math című videójáról, ami azonnal beszippantott. Ez egy elég szürreális akciófilm, egy pálcika emberke és maga a matematika között, aminek szerintem minden egyes képkockája arany, megéri a 14 perc, 2 másodpercet végignézni. Az egyetlen problémám vele azt hiszem, hogy az, hogy a vége főcím lehetne sokkal, de sokkal később is. Nagyon-nagyon jó, nézzétek meg, link a leírásban. Ja, apropó matek, ez sem éppen mai hír, azt hiszem körülbelül egy hónapja akartam megosztani Instán, akkor is rendeltem ezt a pólót, amit most csomagoltam ki ennek a videónak a felvételekor, szóval a Rapid Matekos Zola és a Dorkó összeálltak, és egy olyan póló kollekcióval jöttek ki, amit hogyha megvásároltok, akkor annak a bevételéből a láthatatlan tanodát támogatják, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is hozzájussanak egy minőségi oktatáshoz. Egyébként a Dorkót valamiért mindig úgy olvasom ki a fordított R miatt, hogy Jack, ami itt lehet, hogy... kézenfekvő is, mert hogy a matekhoz sokat kell gyakorolni. Szóval, ha egy ilyen vagy egy más mintájú tematikus pólóval szeretnétek hozzájárulni, akkor hajrá, de egyébként szerintem az alapítványnak amúgy sincsen bevarva a számlája, úgyhogy a linket megtaláljátok a leírásban, hogy hogyan lehet őket támogatni. Jön a szeptember, iskolakezdés, szerintem jó helyre megy a támogatás. Lőjétek le! Később, de előtte jöjjön az avokádó paradoxon. Egy neve elhallgatását és egyben Laszkó gazda segítségét kérő levélírótól érkezett ez a kép. Ez egy avokádó. Első blikre látszik, hogy a levelek azok meg vannak ereszkedve, szakszóval hervadtak, kókadtak, csofadtak, pegyhüttek. Nem olyan szép, feszesek, mint az én avokádó dzsungelemé az erkélyen. Ilyenkor az embernek talán az az ötlete támad, hogy úristen, szegény növény nem kap elég vizet, gyakorítsuk egy kicsit az öntözést. Ez talán logikusnak is tűnhet, hiszen a hervadás mögött általában az áll, hogy a növény veszít a víztartalmából, csökken a turgor, és az egész meg... pegyhüdik. Van viszont egy kis probléma. Kapásból két ok is lehet, hogy miért hervad egy növény. Az egyik értelemszerűen az, hogy túl kevés a víz, szárazság van. A másik viszont az úgynevezett vízstressz. Tehát az, amikor a növény túl sok vizet kap. A gyökér folyamatosan vízben áll, nem jut elég oxigénhez, és ez további problémákhoz vezethet. Ez a helyzet ugyanis a gyökerek mellett a gázserenyílásokra is kihat, amelyek megint csak nem segítik elő azt, hogy a víz egészségesen tudjon áramolni a növényben. Szóval az a két terület, a gyökér és a gázserenyílások, amelyek a növénynek a vízháztartását szabályozzák, mind a kettő gátolva van itt ebben az esetben. Ha ez a helyzet csak átmeneti, akkor nincsen semmi gond, ritkítani kell egy kicsit az öntözést, aztán a növény magától helyreáll. Ha viszont tartósabb ideig fennáll ez a folyamat, akkor az oxigéntől elzárt gyökerek elkezdenek elhalni, elrohadni, és egy idő után már azért nem fog tudni vizet felvenni a növény, mert egyszerűen nem marad gyökere. Ilyenkor segíthet a gondos átültetés, vissza kell metszeni egészséges részig a gyökereket, netán, hogyha nagyon sok gyökeret veszít a növény, akkor a felső részből is vissza kell vágni, és hogyha olyan ültető közeget, értsd virágföldet választunk, ami jó vízáteresztő képességű, akkor még így is helyre kupálódhat, szerencsétlen dudva. Hát nagyjából ennyi. Viszont a gyökerekre nem csak itt kell odafigyelni, mindjárt jön a pervez nyelvtanulás, de előtte lőjétek le. Oké, én ennek a képnek
sem a tartalmával, sem a megvalósításával nem értek egyet. Mármint nem a lelövéssel, hanem magával a falfirkával. Oké, a lelövéssel sem értek egyet, jó? Viszont nem tudom nem úgy nézni ezt a képet, hogy ne jusson eszembe a Brian élete. Mit írsz te ide? Romanes eund domus? A Romanes nevűek a házba mennek? Azt jelenti, menjetek haza, rómaiak! Nem, nem azt. Hogy van latinul a római? Előttem van, ahogy a rendőr fülön csípi a graffiti művészt, és megkérdezi, hogy hány a lőjétek? Na akkor most tessék ezt százszor felfesteni a rakpartra. Nem merd leírni még egyszer! A nyelv az fontos, úgyhogy nézzük a nyelvtanulást. Mi az atya ég jár a duolingósok fejében? Azzal, hogy erősen visszavágtam a pörgetéseimet Twitteren meg Instán, valahogy rá szabadultam a Duolingóra, ami szerintem egy mély tej. Vagy legalábbis nyelvtanulásra szerintem borzalmas. Az egyetlen siker, amit Duolingóval tényleg el lehet érni, az az, hogy tudod teljesíteni a különböző Duolingós leckéket. Az már más kérdés, hogy járulékosan esetleg még rátapad némi szókincs, meg talán valami nyelvtani érzék, de... Ezen kívül szerintem Duolingóval nem lehet nyelvet tanulni. De most nem ez a lényeg, egy másik adásban erre külön kitérhetünk, hanem az, hogy a frázba rakják össze a leckéknek a tematikáit. És most nem az olyan szuper hasznos mondatokra gondolok, mint például, hogy le mi escarpe sono elettrike? Elettrike? Nem tudom kiejteni az olasz szavakat. Hanem az, amikor ezek a mondatok így jelennek meg egymás után a leckében. Il cuoco invita il ragazzo in cucina. Lui paga. Perché lui non tira sui pantaloni? Ez már így is egy agyrém, de ha ez még nem lett volna elég, akkor a következő cerco lavoro, come cuoco. Jó, nem csodálom, hogy kirúgták. Ja, ez... Igen, ezt elrontottam, a trabalho az portugálul van, olaszul lavoro a dolgozni. Na jó, mi várható a jövő héten? Hát többek között válaszolok a kérdéseitekre, úgyhogy a komment szekciót odalent találjátok. Legyen szép hetetek, sziasztok!